Mondom őszintén, hogy amikor a szervezők megkeresték a tanszékünket, mi több témát is ajánlottunk a konferenciára, és az egyik ilyen téma volt, nekem ez egy korábbi kutatásom, ugye a veszettség ismert önök számára, mint igen veszedelmes betegség, és hát ugye el kell mondani, hogy nem csak a kutyákhoz kapcsolódik, hanem ugye más állatokat, sőt az embert is megfertőzheti. És nekem volt már jó pár évvel ezelőtt folytatott kutatásom ebbe a témakörbe. Gyakorlatilag, majd itt fogok én is nagyon röviden szólni arról, hogy milyen források állnak ugye a néprajzkutató rendelkezésére. Arra próbáltam a választ megadni, hogy ugye Pasteur föllépését követően ő alkalmazta 1885-ben a vakcinát a veszettség ellen. Tehát az ő föllépését megelőzően ugye különböző közösségek milyen választ próbáltak adni ugye a betegség által kiváltott krízishelyzetre, hiszen gondoljunk bele, ugye több alkalommal elhangzott, hogy az állattartás milyen lényeges és milyen fontos aspektusa volt a gazdálkodásnak, a megélhetésnek, és vannak arra adataink, nem csak Magyarországról, hanem Európából is, hogy a veszettség akár járvány formájában is jelentkezhetett, és hát a haszonállatokban óriási kárt okozhatott. Ugye ami, és hát nyilván Pasteurt megelőzően nagyon sok, hogy is mondjam, ma már ilyen hiedelem, babona, vagy valamiféle, hát elmúlt gyógyító praktika létezett. Ismerik ezt a szólásmondást, ugye manapság abban a értelemben használjuk általában, hogyha valaki ugye alkoholos állapotba kerül, erre sajnos a tartalma erre szűkült, akkor ugye kutyaharapás szűrivel, tehát a előző napi alkohol mennyiségnek egy részét ugye a szervezetbe víve valamiféle jobb állapotba kerül az ember, de a viccet vagy a poént félretéve ez a szólásmondás eredetileg egy gyógymódot, vagy a korszakban ugye gyógyító erővel bíró technikát őrzött meg, és erre is vannak ugye különféle forrásaink, tehát gyakorlatilag a kutya harapásra annak a aztán később elpusztított kutyának a szőrét, tehát a veszett kutya szőrét rákötözték, és úgy gondolták, hogy ezáltal hát gyógyulás következik be. Na most itt megint csak utalnék az itt elhangzott, korábban elhangzott előadásokra. Igen, ezt meg kell erősíteni, hogy a néprajz hát ugyan foglalkozott a pásztorkutya, vagy egyáltalán a kutyatartás témakörével, de hát nem olyan részletesen és behatóan. Itt Berecki Ibolyának egy tanulmányára hívnám fel a figyelmét, ami úgy gondolom, hogy máig egy legteljesebb elemzése ennek a témának, Pásztor kutyatartása Tisza-Zugban. Emellett a többi irodalom ezen a listán pedig mutatja, hogy a veszettség kultúrtörténetével is, vagy ezekkel a bizonyos különféle gyógyító praktikákkal is foglalkoztak. Például Deák Zita a veszettség kérdése Magyarországon a 19. század elején. Ez is egy nagyon jó áttekintő irodalom. Szó volt itt az előző előadásban a kutya nevekről. Na pontosan majd itt tényleg nagyon röviden fogok szólni, főleg pásztorkutyák elnevezésében a folyónevek felbukkannak. Ez fel is keltette több kutatónk, hát Nyíri Antal, ugye ő nyelvész volt, figyelmét, és hát itt a nyelvőrben látják 1966-63-ban több cikk is megjelent a folyónevekkel kapcsolatos kutyanevekről, és itt már ugye témánkhoz közelítve, tehát veszett állatorvos, ugye veszett daru, tehát egy népi elnevezés, vagy Polner Zoltán gyűjtése, de akár itt Sági Károly hiedelmek és kuruzslások a veszettségről, vagy éppen Szűcs Sándor veszett orvosok a Nagysáréten, tehát van azért irodalom született ebben a témában is. Nagyon röviden próbáltam összefoglalni, amit ennek a veszettségnek, ennek a betegségnek a múltjáról, történetéről tudunk. Tehát itt látjuk, hogy a görögök is leírták, Lissa-Litta elnevezéssel illették, aztán időszámításunk előtt 50-ből származik, ez a víziszony vagy hidrofóbia, és itt jön tulajdonképpen a folyó neveknek az eredete. a kutya, Pásztor kutya névadásban. Itt olvashatják is, hogy az elnevezés valószínűleg azon a megfigyelésen alapulhat, hogy a beteg állat ivás közben fájdalmas rángóizomgörcsöket kap, és csak nehezen tud nyelni, és innen eredhet valamiféle kapcsolat vagy hiedelem, ami a víz és a betegség között egyfajta összefüggést föltételez. A középkorban ugye Szent Hubertus neve ismert, inkább a vadászattal kötjük össze, kevésbé köztudott, hogy a veszettségvédő szentjeként is tisztelték, ugye november 3-án az ünnepe kenyeret szenteltek, ennek gyógyító erőt tulajdonítottak, de a szent hagyomány szerint Szent Pétertől kapott egy kulcsot, mivel képes volt meggyógyítani a betegséget, és erről megint csak források tanúskodnak, hogy Európa szerte voltak, alkalmaztak ilyen Szent Hubert kulcsokat, ezek ilyen felhevített fémdarabok voltak, és a sebre, tehát a kutyamarásra tették rá, és ettől vártak tulajdonképpen gyógyító erőt. Hát az internetről hoztam egy képet, egy ábrázolást Szent Hubertusról. Egyébként a kultusza jelen van a Kárpát-medencében, főként vadászattal kapcsolatosan, kápolnák titulusaként. Egyetlen egy templomot szenteltek, meg igazából ugye titulusként is előfordult. Ez a mai Szerbia területén Nagykikinda környékén található, már nem létező falu, és maga a falu neve is Szent Hubert volt, vagy Hubert falva. Németek alapították, de hát tudjuk, hogy 44-ben ugye mi lett a itteni németség sorsa, a templomokat utána a földdel tették egyenlővé, tehát ez az egyetlen olyan titulus, illetve templom, ami kapcsolódott a kultuszához, de ez ma már nem létezik. A 18. századi leírás bizonyos Nagyváti Jánostól: a mi majorjainkban és gulyáink mellett való ebbeket a pásztorok közönségesen folyóvizeknek nevéről nevezik, Dunának, Tiszának, Sajónak, és tudnék ezen az okon, hogy ilyen nevű kutyák meg nem vesznek vagy dühödnek. Egyébként a veszettségnek egy másik gyakran előforduló neve a dükor, vagy dühösség, dühöttség, hát nyilván a tünetekre utal. Ez már a szakirodalomból származó megállapítás, tehát itt a fennevezetteken kívül láthatják, hogy milyen egyéb folyónevek fordulnak elő. Sőt, egy zárójeles megjegyzés: a katonáskodás eredményeként Kárpát-medencén kívüli folyónevek is aztán bekerülhettek, és például volt ilyen, ezt lejegyezték a néprajzkutatók, hogy pásztorkutyát Rajnának hívtak. Tehát, hogy is mondjam, idegen folyónevek is bekerülhettek. Na hát nézzük, hogy miképpen próbálkoztak ugye a korábbi időszakokban, korszakokban a veszettség gyógyításával, kezelésével, tehát Pasteur föllépése előtt, égetéssel, füstöléssel kapcsolatos eljárások. Gyakorlatilag az agyonvert veszett kutyát elégették, a megmart állatokat pedig ezen a füstön hajtották át, vagy egy nagyon érdekes, nem igazából tudni a eredetét vagy a magyarázatát, nyilván nem lehetett hatásos, de mégis próbálták alkalmazni, ez a kőrisbogár összetört, tehát kőrisbogárból készült por. Egyébként magát a kőrisbogarat is dühösbogárnak, dübogárnak is nevezték, és nézzék meg, nagyon érdekes, hogy 1781-ben például egy helytartó tanácsi rendelet tette kötelezővé a kőrisbogárpor alkalmazását, de nem sokkal később aztán a hivatalos vagy hivatásos orvostudomány ezt már elvetette. Vagy orvosságként tartották számon a kenyérhéjba dugott piparezet, ugye említettük a kutyaszőrével történő gyógymódot, de voltak ilyen mágikus praktikák is, például ez fennmaradt a 17. századból, egy ilyen varázsige, de igazából megfejthetetlen. Tehát itt látják is, hogy kenyérre, perecre ezt valahogy ráírták, és úgy gondolták, hogy ez védelmet nyújt. De hogy ez a veszett kutya tetemén, meg a füstön áthajtás, ez nem múlik el. Ez a 19. század végéről származik egy híradás szentesi sajtóból, ami arról számol be, hogy hatásosnak tartották és alkalmazták tulajdonképpen ezt a módszert. Na hát, itt ugye a Pasteurről is volt szó, ugye sok minden vonatkozásban egy fordulópontot jelent, tényleg csak egy dia erejéig kell eleveníteni az alakját. Ugye Pasteur intézet alakul, aztán itt láthatják is Pesten, és itt ezek a számok mutatják, hogy milyen komoly problémát okozott, tehát a fertőzés, a veszettség, és nem csak a kutyák esetén, hanem más haszonállatok, vagy éppen ugye embereket is. Tehát a korabeli sajtó rendszeresen beszámolt arról, bárhol az országban tájékozódunk, hogyha például kutyaharapás történt, akkor a betegeket, miután ugye létrejött a fővárosban ez a Pasteur intézet, oda szállították és ott kezelték. És akkor tulajdonképpen ugye ennek az egész kutatásnak, itt említettem, hogy különböző irányban indult, és valahol a végétől indítanék, tehát az összegzéstől, hogy közelebb hozzam önökhöz ezt a témát. Tehát ugye a lényeg az, hogy láttuk, hogy a hivatalos orvostudomány gyakorlatilag 1885 után tudott egy választ adni a veszettségre, illetve a veszettség által okozott krízishelyzetre. Korábban gyakorlatilag a hivatásos orvosok, illetve ezek a, mi úgy hívjuk a néprajzi terminus szerint, hogy gyógyító specialisták, ugyanazokat a módszereket próbálták alkalmazni, és ezzel magyarázható az, hogy a veszettség kapcsán, vagy a veszettség által teremtett krízishelyzet kapcsán ezeknek a népi gyógyítóknak is szerep jutott, és ezek a népi gyógyítók, akik a veszettséghez kapcsolódtak, erre egy külön terminus is kialakul, és ezt nem a néprajzkutatók találták ki, hanem így hívták helyben is. A néprajzi lexikon is tartalmazza külön szócikként, ők a veszett orvosok, de egybeírva, nem külön. Egy gyógyító specialistaként határozhatjuk meg, fogok majd hozni adatokat, forrásokat, nem egyedi esetek tömegével. Nem csak gyógyító specialista, és ez az, ami ennek a témának még egy érdekességet kölcsönöz, egyben egy hiedelem alak, egy hiedelem lény, aki természet feletti képességgel rendelkezik. És akkor ennek bizonyítékaként néhány levéltári forrásból idézett, tehát gyakorlatilag úgy tűnik, hogy komolyabb, jelentősebb állattartó települések, és 18. századtól vannak erre adataink, egész nagyjából a 19. század közepéig, második feléig. Ezt én sem hittem el, hanem amikor ugye egy szó volt a néprajzi terepmunkáról, hát a néprajzi terepmunka egyik szintere, egyébként tényleg itt az első előadás kapcsán is ezt ajánlanám a kollégáknak, nyilván egy óriási, majdnem sziszifuszi munka, levéltári források áttekintése. Meg vagyok győződve arról, hogy itt a kuvasz kapcsán is, meg más pásztorkutya kutatások kapcsán is erre találnánk fogódzókat. Tehát lényeg az, hogy ugye a néprajzos gyakran a levéltárban, főleg történeti korok, emlékezet által nehezen elérhető korszakok vizsgálata során bemegy a levéltárba, és ott régi iratokat tanulmányoz. Ez történt velem is szentesi múzeológusként, hogy ugye korábban is volt a városoknak, falvaknak előjárósága, egy alföldi mezővárosnak volt ugye tanácsa. Ez a tanács, ez egyben egy gazdaságirányító szerepet is betöltött, például az állattartásba, nyájak elosztása, pásztorok fölfogadása, stb. Stb. És én is meglepődtem, hogy ezeket a tanácsülési jegyzőkönyveket sorra néztem, látok egy ilyen bejegyzést, hogy a veszett orvos, meg a dühöttség orvosa, meg a víziszonykór orvos, ez a víziszony ebben a vonatkozásban is előfordul, és kiderült, hogy ilyen veszett orvosokat, akik mondom, ilyen gyógyító specialisták voltak, ezek az alföldi mezővárosok, a tanácsok rendszeresen alkalmaztak, és ezek évi fizetést kaptak a munkájukért. És akkor ugye próbáltam ezt az egész témát tovább gondolni, és végül is arra jutottam, nyilván az, hogy itt milyen természetfeletti képesség, vagy hatásos volt-e, vagy ezt nem fogjuk tudni eldönteni. Én azt a nagyon egyszerű magyarázatot adtam ennek a gyógyító specialistának a létezésére. Az volt az előnyük, hogy ismerve a betegség tüneteit, a fertőzött vagy beteg állatokat el tudták választani az egészségesektől, és ez már egy óriási előny volt. Na hát ebből a levéltári források köréből egy idézet, tehát itt látjuk, hogy ő kéri magát, ez a bizonyos veszett orvos, egyébként egy keceli személyről van szó, hadi és házi adótól, a helyiség költségeitől és más minden nevezendő közszolgálatoktól felmenteni, fa, és itt látható utána, hogy mit kínál cserébe. De hogy ugye azért a hivatalos orvosok is, vagy az orvoslás próbáltak kiszorítani, ha bár nem voltak még birtokába megfelelő gyógyító eljárásnak. Ez egy nagyon izgalmas történet, egy Békés Csabai, és ezek egész veszett orvos dinasztiák, úgy hívjuk, tehát apáról fiúra, generációról generációra öröklődött valamiféle tudás. Zagarádjának hívták ezt a családot, aki veszett orvosként tevékenykedett, és itt a megyei iratokban pont egy megyei tisztiorvos hát próbálja felvenni vele a küzdelmet és tiltani, így botránkoztató és veszedelmes tettéért méltóztasson tekintetes viceispány úr az említett Zagarádján kérdőre vonatni, törvény elébe állítani, érdemes szerint megbüntetni, és egyszeres, mint pedig több efféle veszedelmes kuruzslásoktól, melyek mind csak pénzcsalásra és az együgyű köznépnek húzására és megrontására céloznak, őtet végképp eltiltani. A következő idézet megint csak ebből az anyagból, itt látjuk, hogy ezek a gyógyító specialisták vagy veszett orvosok egy működési körrel rendelkeztek, köztudomás szerint távol helyekről is felkeresik őtet, az emberek és harmad, negyedik határa is elhurcolják. Ez másokkal is így van. A szentesi kutatásaimat ebbe a kis füzetbe foglaltam össze, hát ebből most nem hoztam, de ha valakit esetleg érdekel, tudok adni, mert van még néhány példány. Az egyik legismertebb szentesi veszett orvos, ez a bizonyos Veszett Nagy Sándor, tehát nagyon gyakran a családnévre is, tehát őt egyébként Keresztes Nagy Sándornak hívták, de ez a jelző ráragad. És máshol is, más területeken is, más településeken is jellemző, hogy megkapják ezt a bizonyos veszett elnevezést. Hát ugye egy másolat sajnos az eredetie nincs a tulajdonomban, de úgy látjuk, hogy ugye szokták mondani az összenőtt szemöldökű emberre, hogy és Erdélyben sok helyen ugye őket valamiféle rontással vagy rontóerővel kapcsolják össze, tehát el tudjuk képzelni, hogy valamiféle természetfeletti képességgel rendelkezett. A helyi régiségkereskedő hőz elkerült a botja Veszett Sándor felirattal, nem tudom bebizonyítani, hogy ez tényleg a gyógyító specialistáé volt, vagy sem. Minden esetre egy ilyen legendaként ma mutogatja sokfelé. És hát látjuk itt is Keresztes Nagy Mihály, ez valószínűleg a nagyapja lehetett, 1852, tehát itt még az a korszak, amikor ő a tanácshoz mindenféle beadványért folyamodik, konkrétan itt lőfegyver tartásért, mert hogy csak veszélynek volt kitéve, akármennyire is tudta kezelni a beteg állatokat. Vagy Keresztes Nagy József, látjuk, hogy aláírta, tehát feltétlenül írni, olvasni tudás képességével rendelkezett 1860-as évekből, tehát ez az a korszak, amikor szentesen még ezek a veszett orvosok úgymond a közösség megbecsült tagjai voltak, és ilyen mindenféle beadványokat írtak a városhoz, általában azért, hogy a fizetésüket emelje a tanács. De ugye 1871-ben ekkor már a korabeli közigazgatás, ugye rendezett tanácsú városok, megyéket átszervezik, már állatorvosok alkalmazását írta elő a településeknek, a mezővárosoknak is. Itt már kuruslásnak minősítik, elutasítják a kérvényüket, tehát itt már tulajdonképpen a perifériára kerülnek, és aztán a 19. század végén már ilyen típusú adatokkal találkozunk, akár a sajtóban, akár egyéb más dokumentumokban. A veszettségben elhullott állat egyes részeit felhasználás véget magával vitte, és hogy az elhullott állat tulajdonosát a hulla lenyúzására és elásására is felbiztatta, hogy nevezett egyén veszett által megmart állatok gyógykezelésével foglalkozott. Itt láthattuk egy korábbi idézetben, hogy volt működési körük, a Szónok megyei néprajzi atlaszból származik. Ugye a néprajzi atlaszok bizonyos hát ilyen néprajzi jelenségeket, például hiedelem alakokat, mint a veszett orvost, ugye kikérdezik a néprajzosok, vagy kikérdezték egy kérdői alapján. Hát ebből nagyon szépen látszik, hogy a tiszazugi településeken ennek a Veszett Nagy Sándornak az alakja ismert. Én is voltam egyébként olyan tiszazugi faluban, ahol gyűjtöttem még hiedelem történetet, és mind Szentes felé mutat. Tehát látjuk, hogy ez tényleg egy olyan korban elismert, híres veszett orvos dinasztia volt, hogy a Tiszazug falvai is tulajdonképpen a működési körükbe tartoztak. Polner Zoltán nemrég halt meg, itt Szegeden tevékenykedett, elsősorban költőként ismert, de 60-as évektől nagyon komoly folklórgyűjtéseket, pontosan itt hiedelemtörténetek, de archaikus imádságok témájában, és az Ördöngösök kötete is tartalmaz számos olyan hiedelem szöveget, amelyek hát a veszett orvosokhoz kapcsolódnak. Ezekből a hiedelem szövegekből a folkloristák különböző típusokat különítettek el, és itt látjuk, hogy általában a veszett orvosokhoz, ugye itt visszakanyarodnék ahhoz, hogy a veszett orvos nem csak egy gyógyító specialista, hanem egy hiedelem lény is, na hát ilyen típusú történetek kapcsolódnak. Egyrészt a veszett orvos a veszett kutyát megfékezi, illetve harapására tudja a gyógymódot. Az őt bosszantó legény megveszíti, az elpusztul. Amerre ásít, annak a falunak a kutyái megvesznek, ezeket meggyógyítja. Nagyon hasonló, ugye tátos képzetekben is ez előfordul, meg más is, például az alakváltás. A veszett orvosok kutyák képében összecsapnak, a nagyobb tudású győz. Ugye tátosoknál általában ilyen bika vagy hát igen, szarvasmarra képébe, saját faluját így védi a veszettség ellen, tehát konkurálnak is egymással ezek a veszett orvosok. Igen, itt a veszett orvosok egymás ellen küldik a veszett kutyákat, nagyobb tudású vissza tudja gyűjteni. Hát én is ugye a saját kutatásaim eredményeit összegezve próbáltam ezeket a hiedelem szövegeket részint gyógyító, részint rontó funkcióban, és itt jöjjenek a konkrét gyűjtések, nem mástól kölcsönözve. 20 évvel ezelőtt sikerült egy nagyon érdekes szituáció, egy más témában voltam gyűjteni egy 1905-ben született idős bácsinál, aki azóta már rég nem él, és befejeztük a téma gyűjtését, kikérdeztem, és utánam szólt a bácsi, hogy hallott maga Veszett Nagy Sándorról? Mondom, nem. Akkor jöjjön vissza, és majd mesélek. És ebből indult, ez volt az egyik ilyen, hogy is mondjam, elindítója ennek a kutatásnak, és ő gyakorlatilag egy fél óra alatt, egy háromnegyed óra alatt elmondta ezeket a hiedelem történeteket, és én csak ámultam, bámultam, hogy hát 1999-ben ilyet még lehet gyűjteni, és hát ez indította el, hogy említettem, ezt az egész kutatást, és ugye történeti forrásokkal próbáltam visszafejteni, hogy igazából itt a hiedelem történetek mögött konkrét valós személyek vannak. Szamosközi László. Meg is tudta veszíteni a jószágot, ha akarta, szóval attól kezdve, mikor ott rágyűjtek, hogy meg is tudja veszíteni a jószágot, attól kezdve lett ő Veszett Nagy Sándor. Mindig azt mondták, hogy ő is veszett ember, meg van veszve. Hát egy-két illusztráció a Polner kötetből. Egyébként ez egy nagyon érdekes, egy konkrét hiedelemtörténetnek az illusztrációja. Szegvárnál egy révész a ladikján átvisz egy embert, és mire átérnek, mögötte egy nagy kutya ül, tehát gyakorlatilag a veszett orvos ugye kutyává változott, erről szól a hiedelemtörténet, és hát az illusztrátor ezt próbálta megörökíteni. Hát az általam gyűjtött hiedelemmondákban is a gyógyfüvek, piparész, kutyaszőr, adatközlők által pontosan nem ismert por, tehát ezek a korábbi gyógymódok vagy technikák előfordulnak. Igen, egy újabb történet. Hát ez a Veszett Nagy Sándor, ezt annyira szerették, vagy csak muszájból, mert hát rá voltak utalva. Jószágtartók ugye nem volt mese, a jószágtartó emberek ugye féltek tőle, Aztán amennyiben lehetett, hát bizony jóban voltak vele, ha disznótor volt, népnap volt, akkor Veszett Nagy Sándor az annak ott kellett lenni, vagy az egyik helyen, vagy a másik helyen. Aztán hát sokszor figyelmeztették, hogy rugott bornyó, akkora kutyák a régi tanyán, hamis kutyák. De mondták az öreg már az Veszett Nagy Sándornak, nagyon tessék vigyázni, mert a kutyák harapósak. Jó van Sándor gazda, vagy amilyen gazdának hívták, akkor mikor ment, eszébe jutott, hogy mit mondott a gazda, vigyázzon. Ezt a szép nagy kutyát megfogta, aztán bevitte az asztalra, megmutatta, hogy itt a kutyát. Nem bántotta, nem harapta. Tehát ilyen különleges képességet tulajdonítottak nekik, hogy akár a vadkutyákat meg tudta szelídíteni, vagy éppen ugye, a kutyák nyelvén is értett. Azt mondta nagyapám, hogy ez a Veszett Nagy Sándor, meg Jóske is, hogy ilyen hamis kutya volt, ilyen kisebb, ilyen pulifajta kutyák, hamis volt, ugatott nagyon, meg mérgesen ugatott rá, az a kutya elveszett. Az elment ő hozzá, oda a házhon, azután felkaparta az ablakot, megkaparta az ablakát, akkor aztán kinézett Sándor, hogy mi a helyzet. Akkor aztán beszélt a kutyával, most hova menjen, merre menjen, mit csináljon. Akkor elment, másnap már mentek hozzá a tisztartó, vagy mit tudom én, ugye a veszett kutya járt a jószághoz. Hát akkor aztán ömlött a pénz. Jó, hát ugye itt ezek a veszett orvos dinasztiákról néhány szó, és akkor zárásként ugye ez nem csak a veszett orvosoknál, hanem boszorkányoknál, más hiedelemlényeknél, ilyen tudós pásztorok, tudós embereknél előfordul, hogy hogy adja át a tudományát. Hát az általában úgy történik, hogy a halottas ágyon ugye megfogja annak a kezét, aki majd örökölni fogja a tudományt. Ha ezt a család, vagy akik ott jelen vannak, el akarják kerülni, akkor például egy seprűnyelet adnak a kezé, és ott megszakad, nem megy tovább. Hát ezt szentesen is sikerült ezt a praktikát ugye fellelni ebben a bizonyos hiedelemtörténetben. Bár állítólag az apja is foglalkozott ilyesmivel, csak nem annyira, mint a fia. Ezt nem nagyapámtól, hanem Szamosközi Sanyi bácsitól hallottam én. Nagybátyám volt az én nékem, és azt mondta, hogy állítólag az még idősebb jóapámnál is. Én attól hallottam, hogy az apja, mikor haldoklott, akkor nem tudom hány fia volt, és ezt a Sándort hívta oda, megfogadta a kezét, és akkor átadta neki ezt az erőt. Tehát így a hiedelmekben aztán ez így kristályosodott ki. Én annyit tudtam erről a veszett orvos dinasztiáról kideríteni, tehát a megszűnését tulajdonképpen a ő tevékenységüknek, hogy ez a Sándor, akit itt emlegettek egyébként polgári nevén Keresztes Nagy Sándor, 1910-es években, tehát akkor már ugye kizáró ok volt, hogy ő ezzel a tevékenységgel foglalkozzon. Már itt megjegyezném, hogy még a két világháború között például Karcagon volt egy orvosnagy család, innen az orvos jelző megint csak ez a gyógyító tevékenység, és ő ellenük például konkrétan perek folytak, Jász-Nagykun Szónok megyei bírósági iratokban megvannak, tehát a 20-as, 30-as években is voltak tulajdonképpen ilyen konfliktusok. Na, a Veszett Nagy Sándorral annyit tudtam kideríteni, nagyon hosszas levéltári kutatómunka után, hogy a 10-es évek elején méherélési igazolványért folyamodott, tehát valószínűleg váltott, és hát egy olyan szakmát szintén egyfajta specialistaként próbált gyakorolni, ami már ugye a hatóságok figyelmét kevésbé keltette föl. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, tudom, hogy ez egy kicsit ilyen ezoterikus, egzotikus téma volt, de talán ugye itt a múlt, a kutyákhoz kapcsolódó hiedelem, egyáltalán a kutyabetegségek múltja, történetevel kapcsolatban ez egy érdekes adalék lehet mindannyiunk számára. Köszönöm szépen a figyelmet!